A múlt hét folyamán a testületülésen meghatározták, hogy mikor lesznek az óvodai beiratkozások, mit lehet tudni az idei beiratkozásról. Az idei beiratkozás április 23, 24 és 25-én lesz. Reggel 8 órától délután 16 óráig lehet jönni a szülőknek, és várjuk szeretettel az új óvodás gyermekeket. Mit kell magukkal hozniuk a szülőknek? A gyermekszületési anyakönyvi kivonatát, a gyermek személyazonosítására alkalmas igazolványt, amely a lakcímét is tartalmaz, ez a lakcímkártya. Tehát nem személyigazolvány, nincs szükségük a piciknek személyigazolványt csináltatni, mert ezzel a lakcímkártya igazolóval jöhetnek a kedves szülők. Továbbá a tajkártyát, gyermek tajkártyáját, illetve a szülő lakcímkártyája az, amit még kérni szoktunk a beiratkozás alkalmával. Ilyenkor a gyermekeket is magukkal hozzák? Általában igen, nem minden esetben, de mi örülünk, hogyha a gyermekek is jönnek a szülők, hát olyan 80%-ban azért a kicsiket is szokták hozni az anyukák, főleg, hogy körülnézhessenek az óvodában, de általában akik hozzánk jönnek, előzőleg már ismerik az óvodát, engedjük nekik, hogy előzetesen tájékozódjanak és körbejárják az épületet, meg hát az óvónénik szoktak készülni egy kis meglepetéssel az új gyerkőcöknek, minden óvónéni, mivel vegyes csoportok vagyunk, így minden csoportba kerül új gyermek, készítenek valami apró figyelmességet a kicsiknek, mondjuk itt a falon is lehet látni, majd utána esetleg meg lehet nézni, amivel szeretnénk a kötődést kicsit már erősíteni az intézményhez, úgyhogy nagyon szokták szeretni ezeket a kis ajándékokat. Mire kell ilyenkor számítania egy szülőnek? Megérkezik ide egy beszélgetés, esetleg a gyermeket felmérik valamilyen módon, mire számíthatnak? Gyermeket semmiképpen sem mérjük fel. Természetesen a szülő igényektől függ, hiszen akinek már jár gyermeke az óvodában, nyilván neki már vannak ismeretei az intézményről, a programunkról és mi egyébről. Azok a szülők, akik esetleg újak itt, tehát úgy költöztek be, nem járt még gyerekük, ők általában szokták igényelni, hogy a művészeti nevelési programról, az óvoda napi életéről néhány szót váltsunk, de nyilván ennek van egy időbeli határa, hiszen itt elég nagy sorbaállás szokott lenni ezen idő alkalmával, de biztosítunk a szülőknek szülőértekezletet, mert csak az új gyerekek szüleinek szervezünk, és ez egy fényképes prezentációval egybekötött részletes tájékoztatás az óvoda életéről, a mindennapokról, a programunkról. Úgyhogy ezt én szoktam közvetíteni a szülők felé, hogyha esetleg hiányérzetük van, vagy valamit elfelejtettek megkérdezni, vagy idő nem volt rá, akkor későbbi ebben lehetőségük van tájékozódni még ezekről. Védőnőktől vagy házi gyermekorvosoktól esetleg szoktak ilyen statisztikát kapni, vagy kérni, hogy hány gyermeket várhatnak? A védőnéniktől igen. Tehát hozzávetőlegesen tőlük meg szoktuk kapni az adott évre várható gyerekek névsorát, és akkor így helyek közel. De általában mindig többen jönnek. Most mennyit várnak egyébként? Hát reményeink szerint olyan 60 gyermek körül. De általában ez így szokott lenni, tehát a gyermek létszám, hál' Istennek nem igazán szokott változni, tehát 5-6 fő eltéréssel, lényegesen nem. Mivel azonban az óvodában folyamatos a felvétel, tehát nem csak erre az időszakra korlátozódik, hanem nyilván, ahogy betölti a gyermek a 3 évet, úgy jöhet óvodába, ezért a nevelési év folyamán még szoktunk gyermekeket felvenni, illetve szoktunk jelentkezést fogadni.